mítoszokkal kapcsolatban. Nem kell megijedni senkinek, a mítoszok folynak tovább. De hogy számomra, hogy nagyon mélyen is Isten igazából a napokban fogalmazódott meg bennem, hogy valójában mik ezek a mítoszok bennem. Tehát a bennem létező mítoszok, mint ahogy mindannyiunkban, érzés formájában jó és a rossz érzéseként szerintem így leszületünk és inkarnálódunk ezekkel a dolgokkal. És az, ahogy cseperedünk, ugye a korunkhoz megfelelően, ezek az érzések személyes kapcsolatokká, viszonyokká formálódnak, ütköznek a másik emberrel, a családdal, szűkebb közösségünkben és tágabb közösségünkben. Szóval telnek múlnak az évek, hogy az 50 felett nem állt, hogyha B oldalon már egy kicsit elkezd befelé figyelni, és elkezd összegezni az életét. És eljön az a pillanat, és ez a belső befelé, tehát a befelé figyelésnek egy gyönyörű misztériuma, amikor vagy néha egy az ember kapizsgálja az emberi létformának a lényegét, amikor már megmarad, még mindig megmarad az a fajta érzés, de már mitizáltam úgy, hogy én el tudtam engedni ezeket az érzéseket a személyes kötődésektől. Értem ezt párkapcsolatra, értem ezt családi tragédia, mert előbb-utóbb meghalnak a szüleink, anyák, apák, megszűnik egy kapcsolat, egy jó, egy rossz viszony, és hányszor van az életünkben, sőt, nagyon sokan vagyunk úgy, az én is beleszek ebbe a csapdába, hogy nem tudok elengedni magamban dolgokat. És csak akkor, szerintem akkor tudunk mítoszt teremteni a saját életünkből, hogyha a személytől ezt így elengedjük, és csupán marad az érzés. Ugye a mítoszokban számtalan történet van, számtalan pozitív és negatív energia, amit nem választhatunk külön az életünkben. Tehát én abban nem hiszem, hogy van jó ember és van rossz ember, ugye szoktuk ezt mondani. Csak rossz van. Csak tehát ember van úgy, ahogy van, ezekkel a mítoszokkal, amivel megszületik, és aztán... Hát gyakorlatilag ezek a mítoszok én bennem. És ugye még vár 9 kép, tehát 10 darab 150x150-es képet festek, azokat nem hoztam ki, nem állítottam ki, mert félkésznek érzem. Tehát ezt is félve hoztam ide, és ettől a képtől féltem a legjobban, hogy úristen, mi ez most bennem, nem tudom hová tenni. Aztán rájöttem, hogy ez a mester is egyetértek, ő meg is erősített, amikor bejött, és azt mondta, hogy ez fasza. Szóval én is ezt gondolom, úgyhogy igen, ezek voltak az utolsó mítoszok, de bízom abban, hogy elindul egy újabb történet. De az valami más lesz. Köszönöm szépen, mester, még egyszer. Önöknek is, nektek is. És várunk benneteket a következő kiállítás megnyitóra. Farkas Noémi grafikus festőművész kiállítását láthatjátok hamarosan. Köszönöm szépen. Köszönöm. 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 Köszönöm.